A rendezvényen elsőként Török Dezső, a Borsod-Abó Üzemplén megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd az uniós forrásokból megvalósuló jövőbeni projektekről beszélt. Ilyenek többek között a foglalkoztatás és a kerékpárutak, valamint az intézmények fejlesztését támogató pályázatok. Őt követően Szitka Péter Kazincbarcika polgármestere tájékoztatta az érdeklődőket az önkormányzat tevékenységéről. A városvezető kiemelte, a képviselők nemrégiben rendeletet alkottak a közterületek rendjéről, a közterület használat, valamint a közterületi játszóterek használatáról, hogy Kazincbarcika értékeit megóvják. Annak már vannak olyan elemei, amelyek egyébként már támogatási szerződéssel bírunk, amelynek már egyébként kivitelezési munkálatai vagy közbeszerzési eljárásai már elindultak. Vannak olyanok, amelyek nyilvánvalóan folyamatban vannak, amelyekben a döntéshozatalra várunk. Vannak olyanok, amelyek előkészítettségében már abban a fokban vannak, ami a szoros együttműködésben ugye beadásra kerülnek már. Az eseményen szó esett a jövő évi költségvetés tervezéséről és arról a fejlesztési csomagról, amely a következő években valósul meg a Color Cityben és vonzás körzetében. Az interaktív délutánra látogatók többek között a jelenlegi üresen álló, korábban egészségügyi iskolaként funkcionáló épület sorsáról is érdeklődtek. A polgármester elmondta, a tervek szerint a város szociális ellátórendszere kapna helyet az egykori Jókai iskola épületében.